Na, sziasztok! Elérkeztünk a legújabb videóhoz, ami egy reptájérom túl lesz, és vágjunk is bele. Itt a békám, akinek most jelenleg kirendeztem a teráriumát, kivettem belőle a növényeket, de majd visszaültetem, és most ott fürdőkézik. Hőmérő nincs benn, de ha lenne, meg tudnám mutatni, hogy hány Celsius van, nagyon meleg van benn. Mohát nem szoktam berakni, mert nincs elég mohám ahhoz, hogy minden állatnak tudjak elég mohát biztosítani, de majd a teraplázán fogok vásárolni, ami vasárnap lesz. És szerintem arról is lesz videó, úgyhogy most már gyakrabban fogok videókat föltölteni, ahogy kértétek. És itt van még egy segítő is, akit gondolom már ismertek, az öcsém, csak most nem fog annyira zavarni. Itt a Hierodula Majuscula, a kis imádkozósáska, ő jól eszik, és ő nagyon szereti a viaszmolyt. Egyébként apropó, itt vannak ebbe a viaszmoly lárvák, és azért raktam rá ezt a fagyis doboznak a tetejét. Fagyis doboz, mert nem annyira az, csak fagyizóba vettük, és felhasználtam. Ráraktam a tetejét, mert a viaszmolyok kirepültek. Mert a tetejét azt kidobtam, vagy nem én dobtam ki, csak tévedés volt. Itt lámpák, hát lámpás dobozok, itt a kis párducka mélyelónom, Charlie. Nagyon aranyos, és jól eszik, és ja, ez egy doboz, amiben forgács van. Ezt jól elmondtam. Ficus Benjamin, akit még nem raktam ki, műnövény, kis kamérónak a régi teráriuma, vándorsáskák, nagy vándorsáskák, ebben rózsabogarak vannak, akikről majd lesz videó. Itt másik rózsabogarak, akikre nagyon büszkék vagyok, vagy van vagy a dobozba 10-11 darab, és lárvák is vannak. Lárvákat vásároltam. És, ja, itt van a, hívják már ezt tölgyfalevje, egy Exoterra izzó, ami nem olyan erős teljesítményű, úgyhogy lecseréltem egy nagyobb teljesítményre. Itt a sisakos kameleonunk, a mi kis kedvencünk. Ugye ő volt az első exotikus állatom, és ő adta az ötletet, hogy videózzak a Gekkóval együtt. Sajnálatos módon a nőstény meghalt, és mindjárt elmondom, hogy miért. És levesszük a fényt. Sokkal jobb. Hát tojáskot rakott, és addig tartogatta, hogy sajnos bajnos, megdöglött, miután lerakta a tojásokat. És, ja, egy ilyen nagyon szép Exoterra terráriumban vannak, amit jól berendeztem. Azt hiszem 60 centi mély, 90 centi magas, 80 centi széles. Nagyon jó. Tücskök, visszaveszek a fény, tücskök. Örcsök, ketrec. Inkább nem is magyarázkodok tovább. Hörcsök cuccok, ókuszrost és dobozok, fonágok, üres teráriumok, bambusz, és ennyi is lenne a videó. Sziasztok!